Homjádi Béla tanítványai mérkőzést játszanak. Palasiéknak egyszerűen nincs ellenfele a világon. Potyognak a gólok. Most éppen Németh James a jobb sarokba csúsztatja a labdát. Ismét a világhírű középcsatár emelkedik magasra. Ez az együttes, amely a Los Angeles-i és berlini olimpián diadalmaskodott, egy ízben a világ válogatottat verte 9-2-re. Apám egy mozgós gyerek volt, és úgy mesélték a nagyszülők, hogy nem kellett odafigyelni, mert jól tanult, kitűnő tanuló volt, sokat futballozott. Nagyon szerette a futballt, és annak készült. És hát mindenféle csínytevésben benne volt, és valószínűleg így sérült meg a lába is, hogy lefölugrált egy villamosról, ami abban az időben nyilván új dolog lehetett, és megsérült a lába. Így történt, hogy az egyik lába fejét 10 éves korában amputálták. Ezek után hát a futballista élet az eltűnt, viszont a nagypapa tudott csináltatni a lóúsztatóból a laktanyába egy medencét. És édesapám megtanult úszni, és elkeveredett egy úszó csoporthoz. Még akkor kezdetben az újpesti Dunába egy faúszoda volt. Keresztül folyt rajta a Duna vize, hideg volt, mert ugye a Duna nyáron sincs 19 fokos, de megtanult benne nagyszerűen úszni, sőt ez volt a versenyúszoda is már abban az időben. És elkezdte szerezni az érmeket. Aki Halasi először tulajdonképpen úszott, és az első sikerek az már 26-ban már nyert országos bajnokságot. Középtávon és hosszú távon 400-800, 1500 gyorson, és a folyamúszásban nyert egy csomó bajnokságot, több mint 30 országos bajnoki címet nyert. Ő neki az úszás volt az eleme. Amikor föl kellett hagyni gyerekként a focival, akkor az úszodában megtalálta önmagát, és ott kifejezte önmagát. A medencében, medencén kívül, a csapatban, egyéniben, sőt, még folyamúszásban is hallottuk, hogy jeleskedett, átúszta a Balatont hosszában, az pedig nem semmi. Úgy hívták, hogy Halmayer Olivier. És azt gondolta, ő átváltoztatja a nevét Halasira, mert akkor nem tudják, hogy abba az iskolába jár, és talán nem csapják ki. Mert már aztán kezdett nem olyan jól tanulni, mert ugye minden idejét az uszodába töltötte. És az az eset történt meg, hogy a szülők fölvették a fiú megváltoztatott nevét, és ők is Halasiak lettek, és én is természetesen. És ez egy, gondolom, elég ritka esemény, ami így egy családban történik. Így aztán édesapám beiratkozott a közgazdasági egyetemre, oda járt szorgalmasan, egészen addig, amíg nem jöttek a különböző nagy versenyek, ugye? Mert aztán mindig előrébb lépett, és hát az történt, hogy 28-ban, amikor tulajdonképpen még csak 17 éves volt, elvitték már az első olimpiára. Volt egy óriási nagy edzőjük, a Komjáti. Hát ismerik a nevét, tudják, hogy egy csodálatos ember volt. Az első arany korszakát a vízilabdának neki köszönhetik. Egy kis gyors mosás a fatyolat megkerülésével. Igen, vízilabdázni és ünnepelni már akkor is tudtunk. De hát mi volt a siker titka? Hogyan vált a vízilabda szinte magyar sportággá? A válasz egy név, egy törhetetlen akaratú, csodálatos sportemberé, Komjádi Béláé. Komi bácsié, aki az öreg császár uszodában a semmiből kovácsolt világhírű együttest.
egy igazi csapatot kovácsolt össze az ő vezetésével, a stílusával, az edzés módszereinek a kialakításával. Egy közösség formáló egyéniség is volt, és tehát nem csak a vízben a szakmát tanítatta meg a játékosaival, hanem embert is nevelt belőlük. Többek között Halasi Olivérre is döntő hatást gyakorolt. Pergessünk vissza vagy 40 évet. Akkori legnagyobb ellenfelünk a német csapat készülődik újabb mérkőzésre. Fehér sapkában a magyar válogatott. Időpont, ó, mi rég is volt. És 1926-ban a magyar vízilabdázók már megnyerték első Európa-bajnokságukat. A játék folyamatos és gyors, még akkor is, ha a kezdetleges felvétel tempójához valamit a korabeli filmtechnika tett hozzá. Tulajdonképpen a vízilabda úgy nézett ki nálunk a mai napig, hogy úgy nőttek föl a generáció, hogy egyik a másiktól ellopta jó értelemben véve a tudományt, a vízilabda tudományát, és így lett belőle olyan csapat. Tehát mi a 32-36-osokból, akik olyan évesek voltak, és még éltek, és a Halasi volt a vezéregyéniségük, a német Jamesszal, mi nézegettük őket, sőt, a német Jamesszal én még 4 évig egy csapatban játszottam a Fradiba. És nekem kellett labdája úszni, mert én voltam a leggyorsabb, és a Jamesz nem engedte, mert azt mondta, hogy úgy tudja magát felhelgelni, ugyan a labdát elhozni nem tudja, hogyha ő úszik labdája. A német Jamesszal volt nagyszerű kontaktusban, de ha nem oda tudta pont küldeni, ami nagyon ritkán fordult elő, mert még a lábára is tudta küldeni, és akkor azt megtette német Jamesz, hogy lábbal rúgta a gólt, de ha ez nem ment, akkor volt, hogy surlódtak. A két óriási figura, aki volt, az emberek tudatában inkább a Halasi Olivér maradt meg, aki ezzel a borzalom dologgal élt együtt, hogy ugye az egyik lába az csonk volt, de azzal akkorát tudott rúgni, mint mi megtanultuk, mert még amikor az utolsó évben játszott, akkor még éreztük ezt a csonkkal való rúgást, a borzáig. A csapatban nem csak azért vették be, mert az állóképessége bőven átlagon felüli volt, és nem csak azért, mert az úszás tudása is kiemelkedett, azért is, mert a játék intelligenciának köszönhetően ő volt az úgynevezett csodafedezett, ahogy a korabeli sajtóban, illetve hát a szurkolók hívták, ami azt jelenti fedezetként, hogy az egész pályát be tudta játszani, és elől is hátul is hasznos tudott lenni. Egyfajta ilyen átkötő szerepe volt a védekezés és a támadás között, ezért lehetett az, hogy gólokat is tudott lőni, és embert is tudott fogni. Már 26-ban, meg 27-ben is részt vett a úszó Európa-bajnokságon, ahol 5., meg 4., meg 5. helyezéseket ért el, majd 31-ben Párizsban ért a csúcsra, amikor a párizsi Európa-bajnokságon megnyerte az 1500 méteres gyorsúszást. Ami egy nagyon különleges esemény volt, mert ő először aranyérmet nyert a magyar csapat vízilabdába, és akkor azt mondta neki a Komjáti, hogy hát úszon 1500 méterre is jó lesz levezetésnek, mert az másik versenyző beteg lett, és nem tudott elindulni. És hát apa mondta, hát semmi értelme, mert nagyon fáradt, és
De hát megteszi. Komjádinak mindent megtettek. Nagy nevek indultak, a Tárli volt a favorit természetesen. Apám a suranó pályára lett benevezve, és hát ott rótta a tempót. Egyszer észrevette, hogy valahogyan versenyben van. 800 méteren körülbelül még 15 méter hátránya volt. És a francia és az olasz ellenfeleket fokozatosan legyűrte, és így ő ért elsőnek a célba, és a döbbent csend fogadta, amikor kimászott a vízből, és meglátták, hogy hát csonkalábbal érte el ezt a sikert. És mégis megveri az ő legnagyobb európai úszójukat. Akkor olyan üdvribalgás és olyan ünneplés tört ki, amit nem tudtak abba hagyni. Hosszú 10 percekig ünnepelték apámat, és ezt ő az akarat erejének köszönhette. 1931 Párizs óta nem tudunk olyan versenyzőről, aki két sportágba egy napon, illetve egy versenyen nyert aranyérmet. Vízilabdába és egyéni 1500 méteres úszásba. Ez a 31-es EB győzelem akkor ez egy világszenzáció volt, és utána is, hát amikor a későbbiekben kimaradt a válogatott csapatból egy-egy mérkőzés, akkor szinte felháborodott a közönség, mert annyira őt várták, és az ő teljesítményét díjazták. Rengeteget mesélt róla édesapám, mert a különleges helyzet miatt nyilván sok jó játékos volt a csapatban, ő is az egyik, de ő egy kuriózum volt ezzel a testi hiányosságával. Noha ez egy hátrány volt, ő ezt megpróbált az előnyére fordítani, és nagyon ügyesen használta a víz alatt a kemény játékban a fél lábát, és olyan előnyöket tudott szert tenni, hogy amikor más esetleg nem tudta volna használni, eltolni magától a védőt, akkor ő a rövidebb lábát be tudta akasztani a másik testébe ide-oda, akár kicsit meg is rúgva, de a vízilabdának az egyébként része, amit a bíró nem lát, az lehet. Ő ezt kihasználta, ezt, és úgy tudom, hogy nagyon fájt, amit a fél lábában rúgdosott. Én edzettem volna Halasit, tehát gondolom, hogy azon kívül, hogy jó állóképességgel rendelkezett, legalábbis amit tudtunk róla, a technikai hozzáértését és tudását azt nem ismerjük. De azt gondolom, hogy egy firkás, okos ember lehetett, aki abban a csapatban tökéletesen megfelelt. Egyrészt voltak olyan játékosok, akik fizikailag sokkal erősebbek és nagyobbak voltak nála, de ugyanakkor a Halasi gondolom, hogy olyan játékos lehetett, aki az egész játéknak képet adott, az egész játék ról meg volt a véleménye, és tökéletesen kiszolgálta esetleg a klasszisokat, és ő maga is klasszissá vált ebben a játékban. Vízipólóra nagyon korán kezdtem járni, és jártam meccsekre, de akkor már én Halasit nem láttam. Csak mondták, hogy volt valaki, akik fél lábbal is veszedelmesebb volt, mint a legtöbb pólós kettővel. Kegyetlen játékos volt. Van ilyen egy-két vízilabdás, akitől félnek, mert olyan kemény, mint a szikla, legjobb nem közel menni hozzá, vagy azért imádkozni, hogy az én csapatomban játszom, ne az ellenfelében, szokták mondani ezt a vízilabdások is. Kemény játékos volt, nagyszerűen lőtt, és iszonyatos munkabírása volt. Tehát ez az a csapatra egyébként is ugye jellemző volt. Én a Tarik Sanyi bácsival tudtam leülni, aki nemrég ment el, és több mint 100 évet élt, meg nagyszerű ember volt. Ő mesélt róla. És azt mondta, hogy ellene nem volt jó játszani, de vele nagyon. Mindannyian tudjuk, hogy a vízisportokban a láb az elsődleges. A vízilabdában kifejezetten, még jobban talán, mint az úszásban. Ha belegondolok az én edzés munkámban, amit 32-33 év alatt elvégeztem, akkor számomra szinte elképzelhetetlen, hogy lábszár és lábfej nélkül ezt a fajta lábtempós munkát végig lehetett csinálni világszinten. Az is különleges, hogy nyilván, hogy ő használta esetleg egy-két trükk alkalmával egyfajta pajzsként vagy védekezésként a lábát, hogy ne férjenek közelebb hozzá a védők. Ezt esetleg egy-egy rugás formájában is kivitelezte.
nekünk ez mind-mind extra és különleges dolog, akik a vízilabda szakmai részében a hétköznapokban ott vagyunk, és végigcsináltuk azokat a lábtempós edzéseket, és végigéltük azokat a nehéz pillanatokat, mérkőzéseken. Ha valaki akar, ha valaki igazán akar, akkor bármire képes, mert bármennyire is másról szólt a vízilabda abban az időben, de hát akkor is a láb az kellett. Azért a természet törekszik az egyensúlyra, és hát valószínűleg az ő egyensúlya az egy lelki erő lehetett. Az Olivier nagyon különleges. Most azt mondanám, hogy sztárja, de azt gondolom, hogy inkább csillaga volt a csapatának, vagy a korának, más sportágokkal is összehasonlítva. Három olimpián vett részt, ugye talán közismert az eredményei, egy ezüst és két aranyéremmel. Nem csak vízilabdában, úszásban is jeleskedett. A különlegesség, persze mindenki tudja róla, hogy egy baleset során elvesztette a lábának a alsó részét, tehát igaziból mai eszünkkel paralimpián kellett volna részt vegyen, de épp ez volt különleges, hogy az éppek között versenyzett, és nagyszerűen. Tehát országos csúcsokat döntött elsőbb a hosszú távú úszásban, és a vízilabda állandó kezdő tagja volt. Mind a három olimpián, ahol részt vett, szinte végigjátszott a meccseket, óriási munkabírása volt, talán éppen az úszás tudása miatt. Kapott egy szívbelhártyagyulladást, és abba kellett hagyni a sportot. És hát akkor természetesen, akik abba hagyják az aktív sportot, azok valamilyen szervezési vagy edzői pályán mennek tovább. A család vidám volt, óriási volt, mikor ő élt. Hát az egész ház fölpesdült, egy családi otthonunk volt, amit édesanyám szerzett, és ő egy nagyszerű üzletasszony volt, amíg lehetett. Aztán mindent elvettek. Tény az, hogy édesapa hazajött, vagy az edzésről, vagy utána a különböző szervezésekből, és így is halt meg, hogy ott volt. És tény az, hogy hát akkor rögtön kezdődött az étkezés. Az étkezés az nagy kosztos volt apám, csodálatos ebédek voltak, rengeteg vendég jött hozzánk. Ő rögtön egy barackot nyomott, vagy a nyakába ültetett kisebb koromba, vagy bekapcsolta a zenét, amit nagyon szeretett. Kedvence volt Gilly, sokat énekelt. De hát ez csak ugye egész kiskoromban, mert utána jött a 44-45, hát háború volt, pincében éltünk, és jöttek ezek a szörnyű üldözések. Na most ebbe édesapám próbált úgy részt venni, hogy mentette a zsidóságot. Eljárt az érdekükbe, hogy feloldozást kapjon, ne kelljen nekik ezekbe a szörnyű lágerekbe, és sikerrel járt el. Akkor én emlékszem kisgyerekként, mert ugye körülbelül olyan 5-6 éves lehettem azokban az időben, amikor a mi nagy pince rendszerünkbe le volt falazva egy pince, és abba emberek értek. Rengeteg levelet kaptunk. A hajós Alfred köszöni meg személyesen, hogy mennyi mindent tett ő a zsidós sportolókért.
meg is borzongok, hogy a gettóból az MTK-s porosokat a Somóci vezetésével fölvettek ilyen nyilaskeresztes kabátokat, bementek és kihozták életüket kockáztatva a vagonírozás előtt az MTK-s porosokat a Somóci vezetésével, azok, akiknek erre lehetőségük volt. Majd eltelt egy-két év, jött a meccs, és össze-vissza verték egymást a vízbe, miközben előtte két éve megmentették az életüket. Tehát én azt gondolom, hogy ez a sport, ez a vízilabda, ez a magyar vízilabda. Megmondom őszintén, amikor volt több probléma Magyarországon a hittannal, a zsidósággal, stb. Ez a csapat, én úgy emlékszem, a 32-36-at kiállt amellett, hogy a zsidó barátok mellett. Tehát itt nem arról volt szó, hogy ki milyen ez vallású, az vagy valami, hanem sportolók vagyunk, nem számít, hogy keresztény, zsidó vagy akármi, mi egyek vagyunk. Édesapám 46. szeptember 10-én hunyt el egy orosz támadás során, amikor már béke volt. Éjszaka jött haza. Egyes források szerint az apósának a kocsijával, más könyvekben az olvasható, hogy taxival jött haza, és egy orosz egyenruhás járőröktől azok állították meg a kocsit, és el akarták venni ezt a járművet a sofőrtől. Lelőtték mind a kettejüket, és ott hagyták, elvitték a taxit, és másnap megtalálták a Népligetbe, egy bokorba az autót, négy kereke hiányzott, ezért kellett két embernek meghalni békeidőbe. Másnapi újságban benne volt, hogy a Halasi Olivért megölték az oroszok, de harmadnapiban már nem volt benne. Aztán a temetésen a több ezer, 5000 ember volt jelen, és a plébánosnak a beszédéből azt emelte ki, hogy hát a vak Miltonhoz hasonlította, aki ilyen emberi, tehát a hátrányos helyzetében is a világsikert aratott az elveszett paradicsommal, hogy ugyanígy Halasi Olivér pedig a csonka lábával ért el olyan nemzetközi sikereket úszásban, vízilabdában, amit nagyon sok ép sportoló sem ért el, érhetett el. Ritka egyeniség. Ugye van vagy 176 olimpiai aranyérmünk, amögött számtalan csapat és egyéni nagyszerű sportoló, sokan már elmentek közülük, de azért az ő különleges teljesítmény először is, hogy 3 olimpián volt, hogy úszott is és vízilabdázott, hogy mindezt sérülten tette hátrányos helyzetből. Egy figyelemre méltó teljesítmény, és szerintem mindenféleképpen példaértékű. Valószínűleg az ő küldetése az lehetett, hogy bármire képes vagyok akkor is, ha a falu széléről jövök, és akkor is, ha sérült vagyok, akkor is, ha a testileg valamivel kevesebb vagyok, mint mások, hogy megmutassam azt, hogy bármikor bármit el lehet érni hittel, és itt utána a hit után jön az akarattal, és akarattal igen. Mozgáskorlátozott ember, akár végtag hiányos is, tehát aki hátrányos helyzetű fizikai valójában, az igen gyakran kettőzött akár a terült kap cserébe, ha tudja használni és akarja. Én nem úgy kelek fel minden nap, hogy én hátrányal indulok, hanem ugyanúgy kelek fel minden reggel és megyek az uszodába, mint hogy egy éptársam fel kell. Most annyi, hogy nekem van egy sérülésem, ami egy icipicit tényleg akadályoz abban, az mégis olyan, hogy ezt egy idő után nem veszem észre, nem foglalkozom vele, vagy ha esetleg
problémája is adódik abban, vagy valamilyen akadályba ütközöm ez miatt, akkor ugyanúgy túlteszem magam ezen, mint ahogy minden ember a hétköznapjain túlteszi magát. Ami az eltér egy kicsit nagyobb, kicsit látványosabb, de ez is csak egy akadály, amit le kell küzdeni, és ugyanúgy csinálni kell az életed menetét előre. Halasi szerencséje ebben a tragédiában az volt, hogy legalább tértől lefelé még egy pár centit ugye meg tudtak menteni a lábából, és ez a fajta háromnegyedesség azt az alapot azért tudta hozni, hogy minimálisan taposhatott. Tudott taposni, de gondolom, hogy sokat használta a víz alatt a bal kezét az egyensúlyra. Illetve hát akkor tényleg azért más volt a játék, támadóidő nem volt, és nem mind a hat játékos támadott és védekezett egyszerre, nem volt ez a totális vízilabda, úgyhogy több helye és ideje volt a technikai trükkök és ezeknek a labdás képességeknek a kivitelezésére. Nekem édesapám is vízilabdázó volt, és a Halasiról nagyon nagy legendák terjedtek az úszodában. Ugye annak idején többször próbálták úgy lefogni, hogy ne tudja előnni a labdát, és akkor mindig a csonkjával támasztott rá a másik embernek a lábára, és úgy tudta előnni a labdát. A bajnokok története nem a szenvedés történet, hanem az akaraterő története. És ebben én szerintem Halasi Olivér első között járt. Nem csak azért, mert hátrányos helyzetből jutott el idáig, hanem nem is vett tudomást róla. A vízben ezt nem lehetett látni. Egy olyan közösség megteremtésére, ahol jól érzem magam, ahol a képességeimet ki tudom fejteni, akár azáltal is, hogy én leszek a legjobb, de minden esetre a legjobbak közé igyekszem tartozni, és ahol minden jó volt tulajdonképpen, és mindaz, hogy kívül a külvilágban nem tetszett, vagy hátrányosan ért, az ott nem ért utól. Az volt a Mencsvár. Gondolom Komjádinak is azért volt jó egy csapatot kialakítani. Komjádi neve soha nem lett volna senki számára ismerős. Ha vízilabda, vagy mit tudom én, magyar vízilabda a ikonjának nem tekintjük. Íme ezek a felvételek elárulnak valamit a Komjádi féle együttes káprázatos technikájából. Az idő természetesen olykor varázslatot űz, hiszen ezek a gyakorlatok ma már minden újonc csapat programján ott szerepelnek. De gondoljuk csak meg, a felvétel 35 évvel ezelőtt készült. És a két magyar kapus akkor milyen magasan emelkedett ki a vízből, sokkal magasabban, mint a felső kapufa. A technika skálázásában évekkel megelőztük a világot. Vízilabdaiskolát tőlünk tanultak a külföldi csapatok. Brody nagyszerű védését és Halasi kézdoplerét senki sem tudta utánozni. És az a bizonyos csuklócsavar, amelytől úgy rettegtek az ellenfelek kapusai. Itt egy svéd csavart látunk. Ez pedig egy tolós csavarlövés. Vízilabdában nálunk ugye négy olyan csapat volt. Volt a Halasék, 32-36. Akkor volt a második, a miénk, 52-64. Akkor jött a harmadik, ahol már edzők voltunk a gyarmatival, az volt a 76-os. És akkor jött a negyedik, a Gergőik, 2000-2010 között a háromszoros olimpiai bajnokok. Tehát eddig négy aranykort ismerünk. De megmondom őszintén, hogy a miénk az egy rengeteg olyan dolog volt, amikor már birtokában voltunk a Halasi Németi Ameszék ennek a csapatnak a tudásával. Bizonyos színuszkörbe mentén azért, de még mindig ott voltak az élvonalban a magyar vízilabdászok a világversenyeken, akár olimpiáról, világbajnokság, Európa-bajnokságokról van szó. Tehát ezzel tulajdonképpen folytatták azokat a hagyományokat, amit Komjádi Béla alapozott meg. Mindig azt mondom, hogy az én lövésemben, vagy amit én tanítok lövést, még akár Halasi Olivér is benne van, hiszen ő is tanulta valakitől, őt adta tovább, és az jut el egészen a mai napig ugyanaz a technika, vagy taktika, vagy inkább technikai megoldás, amit látunk a
az elődeinktől. Tehát én azt gondolom, hogy minden sportolónak valahogy feladata is az, főleg egy sikeres sportolónak, hogy példakép legyen, hiszen szerintem ez a legtöbb, amit egy sportoló tehet az országban, hogy a fiatalokat motiválja az eredményével. Akik látják az ő sikereit, azok elmenjenek és ugyanazt a sportot üzzék, amit esetleg ő csinál, és ezzel az utánpótlás növelni, ezzel azt elérni, hogy amikor az ő neve lecseng már, és már senki nem tudja, akkor az a fiatal, aki pont a tévében őt látta, vagy az újságokban, az esetleg ő kövesse majd ezt a példát, és az ő neve hangozzék majd a jövőben. Egy élsportoló lehet példakép, én azt gondolom, hogy minden lehetősége megvan. Természetesen az élsportolónak tudnia kell, hogy ha példakép, az kötelezettséggel is jár. Az egész hagyomány az pedig azt gondolom, hogy a forrás és termálvizek magyar vízilabdázásának a hagyománya. Tehát a magyar vízilabdázó tradicionálisan ügyes a labdával. Tradicionálisan improvizatív és magány is. Ez mindez azért van, azért alakult ki, mert abban az időben, amikor máshol tengerben játszottak, folyóban vagy túlban, akkor nálunk a termálvizes medencékben. Na most azért az elképzelhető, hogy amikor nyáron 20-22-24 fokra fölmelegszik valamilyen természetes víz, és ott vízilabdáznak, ott azért nagyobb részt fizikai edzést kell tartani, különben elkezd fázni a sportoló. Mi nálunk a 26-28 fokos vízben vége lett az edzésnek, és még órákat bennmaradt mindenki. Én is úgy nőttem föl, és én játékosom is úgy nőttek föl, hogy amikor vége volt gyerekkorban az edzésnek, nyáron, ugye nem volt iskola, egész nap az úszodában voltak, és csomó olyan játék volt, amit az edző nem is írt elő. Vége volt az edzésnek a délelőttének, még órákat bent voltak a gyerekek, aztán fociztak, aztán megint volt edzés, aztán 8-kor úgy kellett értük jönni, hogy kizavarni az úszodából őket. Így nőttünk föl, így nőttek föl az utolsó aranycsapat. És azt gondolom, hogy ez a magyar 100 éves hagyomány eredménye, ettől mondják azt a magyar pólósra, hogy a vízilabda brazíliai futballból párhuzamot véve. Ami nagyon érdekes, más sportágban nem is tudok ilyet, hogy apáról fiúra lásd a szívó családot, ugye? Szálltak a olimpiai bajnokságok, átadták egymásnak, aztán nem csak apa fiú, hanem amit lelestünk az uszodába, a következő generáció az előzőkkel. Nálunk nem volt rossz passz. Tehát nem volt, hogy mi úgy passzoltunk a társunknak, hogy az ellenfél meg tudta szerezni. Az mindig jó helyre ment, de azt is el kell mondanom, hogy volt olyan edzése a válogatottnak, amikor két órás edzés volt, váltott ellenfelek ellen, és akkor vége volt a két órás edzésnek, akkor senki nem mondta, senki, hanem ott maradtunk, és még egy órát passzoltunk, mert tudtuk, hogy annyira borzalmasan sokat számít abban a mi játékunkban a jó passzolás, hogy mi erre nagyon sokat adtunk, és ezt mi nagyon sokat gyakoroltunk, ami szerintem hozzájárult ahhoz, hogy úgymond a mezőny fölé nőttünk. Mikor először közvetítettem, akkor olyan nagy csapatunk volt, és olyan csodálatos képességű játékosok voltak benne, hogy egy élmény volt a meccsekre járni, mert akkor még mindig a technikai tudás. Tehát azok a gólok, amelyek svéd csavarból, pöckölésből, és így tovább, tehát úgy születtek, hogy látványos elemei voltak a sportágnak. A mostaniban a szépség egy kicsit már, mint a játék szépsége, háttérbe szorult. A mostani viszont hihetetlen fizikai erőt követel. Hihetetlen fizikai erőt, és hát ember legyen a talpán, aki meg tudja mondani, hogy a nyakuk alatt, ahol a víz kezdődik, onnan lefelé mi történik. Természetesen szakmailag sokat változott a vízilabda, tehát meghatározó egyéniségei voltak a szövetségi kapitányok és edzők, akik hát a saját elképzeléseik alapján hozták a sikereket, de mindenképpen a legeredményesebb csapatsportágunk a mai napig. Azt hiszem, majdnem minden sportág, és persze ide tartjuk a vízilabda is, szellemi irányba fejlődik. Tehát itt mese nincsen. Itt azon kívül, hogy minden jó tulajdonsága rendelkezik egy játékos, végül is mindenképpen a szellemi irányban kell, hogy fejlődjön a sportág, és persze a játékos is, és ennek megfelelően lehet egy csapatot összeállítani. Tehát Buták
órákra nincs szükség, itt mindenképpen gyors észjárású, jó fizikai adottsággal rendelkező játékosok az ideálisak, akik képesek ezt a magyar vízilabda kultúrát megvalósítani. Mert ez a magyar vízilabda kultúrára mindig az volt jellemző, hogy persze mindig voltak világklasszisok, de az egyik és a másik csapat között elsősorban, és főleg itt a magyar vízilabdára mindig az volt jellemző, hogy mindig előbbre jártunk, nem csak gondolkodásban, hanem taktikai gondolkodásban is az ellenfélnél. Mert úgy, hogy olimpiai bajnoknak születik, olyan nincs. Ahhoz kell a tehetség, utána a szorgalom és a egyebek, ennélkül a összetett dolgok nélkül lehetetlen. Ha ez jó jött össze, mint nálunk hála Isten összejött, akkor jön az, hogy olimpiai bajnoknak lehet lenni, és mint bebizonyítottuk, meg bebizonyította minden korosztály, lett is olimpiai bajnok mindenki, aki rá volt nem kényszerítve, hanem lett olimpiai bajnok mindenki, aki nagyon akart lenni. Ez a lényeg. De ahhoz, hogy valaki olimpiai bajnok legyen, vagy példakép legyen, ahhoz az élet minden pillanatában kell törekednie arra, hogy mutasson valamit, hogy saját maga tükrében, saját maga előtt többet tudjon nyújtani, mint az előző pillanatban. Számos egyszerű megoldás van arra, hogy valaki kiváló legyen. Olyan példák vannak, hogy a székkel taposás a mély vízben, a lábtempó fejlesztésére, vagy otthon nagy kannák emelgetése, súlyzózásképpen. És ez a fajta hit, hogy hétfőtől vasárnapig, reggeltől estig valamilyen módon készülni arra, hogy te több legyél, mint az átlag, hogy rád számíthassanak a társak, hogy rád rakhasson terhet az edző, és nehéz pillanatban tudjál a csapat javára dönteni egy-egy megmozdulással. Voltak nagyszerű egyéniségek. Mint ahogy most is, úszásban is, és vízilabdában kellenek olyan egyéniségek, akiben lehet kapaszkodni, akitől lehet tanulni. Leginkább a példa az abból lesz a példakép, amit te el akarsz érni magadnak. És az összes külső körülményt azt ki tudod zárni. Ma is a legtöbb fiatal hivatkozik rengeteg külső körülményre, hogy ez miért nem sikerül valami. Ezt kell megtanulni, hogy az ember idősödik, hogy teljesen mindegy, hogy még a külső körülmények, mindig csak az számít, hogy te mit akarsz egyedül. Nekem egyébként ezek a sportolók győztesek. Akár egy gyerekjátékos, akár egy felnőtt játékos. Az a munka, amit ők megcsinálnak, az egyik alapja annak, hogy valakinek a személyisége megerősödjön és győztes legyen az életbe. Odaállnak nap, mint nap, kitartóan, kőkeményen megcsinálnak. Erőléti edzéseket, úszóedzéseket, monoton edzéseket, utána oda mennek egymással harcolni, hétvégén meccs van, ha nyernek, ha nem, hétfőn újra ott kell lenni az úszodával keményen edzeni. Nekem ez egy nagyon győztes személyiségi egy, hogy valaki teljesen mindegy, mi történik vele, oda megy, kijavítja, csinálja tovább, és jobb akar lenni. Az, hogy valaki győztes, és egy olyan életútja van, ami nagyon sikeres, azt én nem egy szerepnek gondolom, hanem egy feladatnak és egy felelősségnek. Onnantól kezdve egy olyan mintát mutatnak, ami is kell mutatni és felvállalni, amivel másokat is hozzásegíthetnek ahhoz, hogy legyenek sikeresek. De ha ezt szerepből csinálják, akkor az nem hiteles. Vízilabdázókat magyar embereknek tartják. Mondhatnám azt is, hogy tökös férfiakból áll, jó populációban áll a vízilabda társadalom, akikre mindig lehet számítani. Hát korábban aztán természetesen az is hozzátartozott, hogy azért mindig egy ilyen magyar-szovjet rivalizálás volt, és a vízilabdában mindig a nézők igényét kielégítették, mert a magyarok nyertek, megverték a szovjeteket, ami általában nemzeti ügyként kezelték. Amikor
amikor gondolom korábban is, aztán a mi időnkben teljesen egyértelmű, hogy a határon túli magyarok azok mindig úgy néztek a vízilabdázókra, hogy hát a magyarságot képviseljük, akik nem csak a Magyarországon élő nemzeti erőnek egy ilyen büszkesége volt, hanem ők is hivatkoztak a magyarságukra a vízilabdázón keresztül. Volt nekem egy versenyem, pont október 23-án, és akkor pont arra gondoltam, hogy milyen jó lenne egy magyar himnuszt hallani, mert pont olyan verseny volt, ahol az első helyezettnek felúzták a magyar zászlót, és hátúszást úsztam azon a napon, és akkor pont úgy voltam vele, hogy nem vagyok jó hátúszó, nem is az volt a főszemom, de ez volt bennem, hogy milyen jó lenne egy ilyen nemzeti ünnepen meghallani a magyar nemzeti himnuszt. És akkor ez motivált, beugrottam a vízbe, és sikerült megnyernem ezt a hátúszást, és felhúzták a magyar zászlót. Úgyhogy ez, emlékszem, ez egy ilyen emlékezetes dolog volt, úgyhogy ez így megragadt az emlékeimbe. Még attól függetlenül is, hogy a hátúszás nem volt egy fő versenyszámom. De igen, tehát hogy akkor ott úgy voltam benne, hogy mégiscsak magyarok vagyunk, magyar csapatként vagyunk kint külföldön, de pont egy magyar ünnepnap volt. Úgyhogy ez akkor éreztem úgy, hogy igazából, mint magyar, a magyar nemzet tér úszom. Valahol otthon kell lenni. Ezt jelenti a haza. Szélesebb értelemben a nemzet, szűkebb értelemben a család, de végül is a haza és a haza szeretet az elkíséri a sportolókat is. Szerintem minden sportoló büszke, amikor játsszák a himnuszt. Nem múlt el úgy olimpia a 125 év alatt, hogy ahol részt vettünk, ott a magyar himnusz föl ne csendült volna. És ez nagy dolog. Ez a haza szeretetnek, az egészséges patriotizmusnak. Egészséges patriotizmusnak egy értekéje. Egy nemzet összetartó erejében nagyon meghatározó lehet egy sport eredmény. Hogyha én saját magunkon is érzem, hát a mai napig még jönnek oda emberek hozzánk megköszönni azt a sok örömet, amit okoztunk mondjuk egy athéni olimpiai döntőn, és az biztos, hogy az mindenkinek a győzelme volt, nem csak annak a 13 embernek, meg az edzőknek, hanem az egész országnak az öröme volt, és ott abban mindenki kicsit részesnek érezte magát. Amikor 13 ember ugyanazt akarja, ugyanolyan erősen, akkor nincs olyan dolog, ami megállíthatja. És hát ez a szép a sportban, hogy ennek az eredményét pedig azonnal föl is írják az eredményjelzőre. És hát ezért talán a sport mindig a legnagyobb értékmérő. És eljátsszák a himnuszt a végén, ami meg a csúcsa mindennek, amikor ott együtt az a 13 ember együtt hallgatja az összes a tévé előtt ülő nézővel, illetve a helyszínen jelenlévőkkel. Kis Gergő azt szoktam mondani ilyenkor, hogy mindig ballával lépünk először fel a dobogóra, a dobogó tetejére, úgyhogy ez egy jó emlék maradt mindig, amikor a harmadik olimpián mindenki egyszerre ballával fellépett. Halasi Olivér egy nem csak egy legenda, hanem egy velünk élő valóság, nehéz körülmények között alkotott nagyot, hátrányos helyzetből ment a világ tetejére. Ez egy nagyon komoly örökség. Nagyon komoly örökség érmére. Nem csak a vízvilága, az uszoda világa, a vízilabdások, hanem az egész magyar sportmozgalom, az egész magyar olimpiai mozgalom is büszke lehet. Példakép volt. Kétségtelen példakép, hogy nem adom fel, és hogy lehet nehéz körülmények között is világra szólót alkotni. Egy nagyon jó játékos volt, érezte a labdát, mindent, tehát volt humora, tehát egy kiváló ember volt amúgy is. Azt hiszem, ez a legenda, ez a mítosz, ez az ember megérdemli azt, hogy
a gyerekek, akik lekerülnek az uszodába, megismerjék, vagy beszéljünk róla, vagy a vízilabda hagyományából fakadóan mindig létezett az, hogy az ősöket, az elődöket tiszteltük, és hát azokról egy pár mondatot illet mindenkinek tudni. Emlékét őrizzük. És ez az utókor nem is tehet mást. Közös sírhelyben nyugszik, van saját szép, igen szépen gondozott sírhelye, iskolát, német nyelvű iskolát neveztek el róla, uszodát neveztek el róla, kertet, szobrot avattak, márványtáblával emlékeznek a nevére, tehát nem múlik felekésbe. És ha valaki a vízilabda sikerekről beszél általában, akkor az ő neve ott az első között ott van, feltétlenül. Én mindig csak teljes nyílszívvel azt tudtam mondani, hogy szeretnék olyan embereket látni, mint ők voltak, vagy ő voltak.